Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek, így például a volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák felújítása mellett programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékának költségeit is támogatja a Magyar Falvak Program. Az egyházak pályázhatnak még temetők felújítására is. A falusi közszolgáltatások minőségének javítására 75 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázati kiírások ütemezetten fognak megjelenni 2019-ben. Az első pályázati kiírások februárban várhatók, kb. Egy hónapon belül várhatók. Valószínűleg éppen azért, mert hogy itt személyek foglalkoztatására is lehetőség van pont az egyházi közösségi terek, és egyébként majd az önkormányzatok által üzemeltetett és felújításra váró közösségi terekre lesz lehetőség pályázni elsőként. Az önkormányzatok bölcsödék és óvodák létesítésére, felújítására, bővítésére, valamint orvoslakások építésére, rendelők felújítására, valamint eszközbeszerzésre akár 100 millió forintos nagyságrendben is pályázhatnak. A kormány biztos szerint nagy érdeklődésre tarthatnak számot a belterületi utak és járdák felújítására szolgáló pályázatok. A falu és tanyagondnoki szolgálatok gépjármű pályázataira 5 milliárd forint áll rendelkezésre, valamint 3 milliárd forint a falu és tanyagondnokok bérezésére. Az elmúlt 3 hónapban, 4 hónapban, még a kormányhatározatok elfogadása előtt munkatársaimmal 30 rendezvényen több mint 2500 polgármester tájékoztattunk szerte az országban személyesen, és mindenhol elhangzott az a kérdés, hogy mekkora önerőt kell biztosítani a településeknek az egyes fejlesztéseik megvalósításához. Tehát az a jó hír van, hogy a kormány úgy döntött, hogy nem szükséges önerőt biztosítani, minden pályázat 100%-os támogatási intenzitású lesz. A falusi útalap keretében 50 milliárd forint áll rendelkezésre, az alacsonyrendű utak 2 szakaszban fognak megújulni, összesen pedig több mint 160 szakaszt építenek újjá 2019-ben 430 kilométer hosszan. A Magyar Falvak pályázatait a Magyar Államkincstár bonyolítja le, a támogatást pedig előfinanszírozásként kapják meg a települések.